Nap mint nap nagy a sürgés forgás a győri Gárdonyi Géza általános iskola tetőterében. Gőzerővel zajlik az a nagyszabású fejlesztés, melyet ebben a tanévben kezdtek az intézményben. A munkálatok során két új osztálytermet, egy multifunkcionális termet, valamint tanárit, mosdót és zsibongót is kialakítanak a szakemberek az eddigi padlás helyén. Nagyon izgalmasan indult ez a tanév a Gárdonyi iskolában. Szeptemberben elindultak a tetőtér beépítés, bővítési munkálatok, amit nagyon nagy örömmel fogadtunk, és azóta is, hangsúlyozom, édes teherként cipel az egész intézmény. Azt hiszem, hogy mindenki megértette, hogy miért fontos az, hogy bővüljön az iskola. Mindenki érti, hogy bármilyen befektetés, ami az iskolába jön, az a jövőnek szóló befektetés, és a gyerekeknek szól. Az igazgató több szempontból is szimbolikus jelentést tulajdonít a fejlesztésnek. A 100 éves iskola tetejében állunk most, 100 éves alapokra épül a 21. század. És ez egy kicsit az iskola filozófiája is, hogy hagyományainkhoz ragaszkodva, arra építve modern, korszerű tudást adjunk a gyerekeknek. Reméljük, hogy ez a tér ezt is fogja szolgálni. A másik, ami miatt szimbolikusnak tartom, az az összefogás. Hogy össze tudtak fogni felnőtt emberek, önkormányzat, győri tankerületi központ, a kivitelezők, az Eurogenerál Zrt., a Terrán Kft., a tervezői iroda, és ezentúl össze tudtak fogni a szülők, a környéken lakók, és türelemmel viselik, és segítik ezt az építkezést azért, hogy aztán majd a gyerekeknek méltóbb és jobb körülmények között folythasson egy színvonalas oktatás. A kormányzati forrásból mintegy bruttó 380 millió forintból megvalósuló beruházást egy konzorcium végzi, nagyjából a munkálatok felénél járnak. Bár kisebb problémák akadnak, rendben a terv szerint tudnak haladni. A terveket készen kaptuk kiviteli terv szintjén. Ugye a kivitelezés szempontjából ugye mindig amilyen bővítésekkel járnak, azok mindig nagyobb kihívást jelentenek. Ugye főként a szerkezeti részekben voltak megoldandó csomópontok, illetve amit majd itt látunk fölöttünk, ez a védőtető, az leginkább ugye a téli munkavégzés elősegítésére, illetve az iskola állag megóvására, hogy ne tudjon ázni az épület, arra azt a célt szolgálja. Itt látható az a tető, amiről a projektvezető beszélt. Nagyban segíti a munkájukat csapadék esetén. Mivel egy összesen 500 négyzetméteres részt alakítanak át, statikailag és az anyagok kiválasztásánál sem volt könnyű dolga a szakembereknek. Ez egy viszonylag bonyolult statikai kiviteli tervek alapján készülő szerkezet van, tehát nagyjából azt kell elképzelni, hogy 29 tonnyányi lakatos szerkezet került beépítésre azért, hogy a meglévő fedélszerkezetből a székállásoszlopokat és a székállásokat ki lehessen pusztítani, úgymond, és ezek után kezdődhettek meg a további ágyszerkezeti munkák, amelyben ugye kialakításra kerülnek az ablaknyílások, illetve a további szerkezetépítési, megerősítési munkák, majd az épületnek a héjazata, ugye a meglévő palahéjazat mintájára 40x40 síkpala fog felkerülni. Ha minden a tervek szerint alakul, a tavasz közepére birtokba vehetik a kialakított részt, szeptemberben pedig már élettel is megtelhetnek a vadonatúj 60 négyzetméteres osztálytermek, és a diákok kényelmesen modern körülmények között vihetik tovább a 100 éves gárdonyis hagyományokat. Az intézményben január 15-én nyílt napra várják az érdeklődő leendő elsős gyerekeket és szüleiket.